Először indul a magyar páros cheerleader világbajnokságon áprilisban az Egyesült Államokbeli Orlandóban. Ott lesz a magyar válogatott duója, 100 ország 10 000 sportolója között. Komoly reményekkel utazik, ráadásul a balettmúlttal bíró két egyetemi hallgató, Balogh Patricia és Szabó Hanna, akikkel itt van Edzői Kovácsik Rita is. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Rita, ugye magyarok még sosem indultak cheerleader VB-n, de miért? Miközben ugye 2013 óta már van szövetség is. Igen, hát ez azért alakult így, mert igazából még nem volt lehetőségünk anyagi szempontból sem kiutazni, hiszen Orlando nincs annyira közel. Plusz mindenképpen úgy szerettük volna, hogy egy jó színvonalat mutassunk így elsőre, tehát bemutatkozásnak. Tehát nem, igen, nem csak a részvétel, ha bár idén sem nyerni megyünk ki, de úgy gondoljuk, hogy azért van remény jó helyezés elérésére. Na, erről majd mindjárt beszélünk, hölgyek, azt mondjátok meg, hogy miután akkor így elsőzni fogtok, tehát a párosotok így debütál magyarként, ez külön jelent bármiféle izgalmat? Hát hatalmas megtiszteltetés, tehát olyan, hogy elsőként képviseljük az országot, szerintem mindenképp ad egy pluszt hozzá, úgyhogy más lesz így színpadon állni, mint hogy hát ötödikként itt vagyok. Tehát, hogy már voltak előttem, igen, szóval akkor azért ez jelent. Igen. Jelent mindenképpen. Egyébként milyen felállások, meg kategóriák vannak, páros, egyéni, csapat, hogy néz ez ki, mert hányféle szám van egyáltalán egy ilyen világbajnokságon? Hát elég sokféle kategória van, bizony. Most a cheer dance, vagy pom dance-nek is szokták nevezni, az ő kategóriák, ez a freestyle kategória, illetve vagy double, mivel hogy párosról van szó. Ebben az esetben például beszélhetünk csapatos verzióról is, lehet teamről, abból még nem indulunk, de hát majd remélem legközelebb az ilyen 10-15, akár 20 fős csapat is lehet. És ezen felül még vannak cheerleader kategóriák, ahol ugye az ilyen akrobatikus verziónak mondanám, számok mennek, és ott is vannak ilyen kisebb csapatok, 4-5 fős, meg páros, amikor párban egy fiú, egy lány végzi a gyakorlatot, illetve ott is van team, ahol akár 25-en is vannak a színpadon. Uh-huh. Na most, Hanna, Patricia, azt mondjátok meg, hogy itthon Magyarországon ahhoz, hogy ti legyetek az elsők, és most párosba ti induljatok, mekkora még már jelen pillanatban a konkurencia, mekkora volt? A konkurencia most még annyira nincsen jelen, mert ez a sport még fiatal Magyarországon, és kevés ember van, aki csinálja. Viszont vannak nagyon ügyes lányok, például a győri Sharks Ladiesnél, akik talán jövőre már komoly konkurenciát fognak jelenteni a versenyeken. Hát illetve hát bővülni tud akkor majd a magyar csapat a következő világbajnokságon. Jellemzően ma milyen háttérrel érkeznek a versenyzők ebbe a fiatal, számunkra fiatal sportágba? Ugye nektek táncművész, balett hátteretek és előéletetek van. Hát a legtöbb országban azért évek óta ezt a sportot űzik, tehát 6 éves koruktól tényleg pomdánszálnak. Nekünk ugye balett hátterünk van, illetve kortárstánc hátterünk, de nagyon sokan jönnek például ritmus sportgimnasztikás múlttal, vagy tornász múlttal, úgyhogy nagyon vegyes, úgyhogy tudni kell építkezni abból, amit hozunk. Hanna, a eddigi tapasztalatok szerint a ti hátteretek jelente előnyt, szóval egyáltalán mondhatjuk azt, hogy valamilyen háttér ezekből, valamilyen sportolói előélet az jobb, mint a többi? Mindenképpen. Hiszen az évek során megtanultuk az alapvető mozgáskoordinációt, meg tudjuk, hogy mit hova teszünk, hol van a karunk, hol van a lábunk, és ez rengeteget számít. Tudjuk, hogy mit jelent a kemény munka, hiszen egész életünkben ezért dolgoztunk, és tényleg a mi utazásunkat tudjunk, mind a ketten ezt csináljuk. Tehát rengeteget számít, sokkal nagyobb előnnyel indulunk, mint azok, akik soha nem csináltak korábban semmiféle sportágat. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból a balett az nagyon jó iskola, az biztos emiatt a keménysége meg fegyelme miatt. Hogy állt össze, Rita, ez a duó? Hát körülbelül egy éve raktam össze a csajokat. Igazából az eleinte egy ilyen saját ötlet volt, hogy ők szívesen táncolnak együtt, illetve a Hannának volt másik párja is, és akkor csak egy ilyen kisebb versenyre összeraktak egy ilyen saját maguknak egy ilyen kis duót. És utána, amikor láttam, hogy ebből lehetne valami komolyabbat csinálni. De azt miből láttad? Hát abból láttam, hogy olyan technikai elemeket tudtak végrehajtani, illetve olyan, tehát amit maguknak összeraktak, az is olyan elemeket tartalmazott, pont ebből a balett múltból kifolyólag, amit a Hanna is említett, hogy
annyira spiccel, annyira szép, most így mondom, hogy kecses a mozgása, tehát abból már lehetett látni, hogy több van bennük, mint amit én egyébként elsőre gondoltam, főleg a Hannánál, mivel ő az akrobatikus verzióját is, tehát a cheerleadinget is nagyon szereti ennek a sportágnak, és érdekes volt, hogy benne ezt így felfedeztem, hogy ennyire szépen tud mozogni, és akkor utána összeraktam a lányokat, és volt egy edzőtáborunk szeptemberben, ugye ez nem is volt annyira régen, amikor a Katarina Ken Pirne Szlovéniából jött el hozzánk egy, mint egy tapasztalt edzőedzést tartani, mindig szoktam külföldi edzőket hívni, és ő mondta a lányoknak, illetve bátorított engem is, hogy hát ebben a két lányban van valami, és esetleg a világbajnokságra is gondolhatnánk, és akkor még csak barátkoztunk a gondolatban. Világos, akkor ti még nem gondoltatok erre fel. Nem, tehát nem ez volt az első reakció, hogy hú, van két ügyes lányom, menjünk a VB-re. Úgyhogy tőle kaptuk igazából az ihletet, meg a lökést, hogy igen, van bennünk annyi. Aztán azóta hajthatatlanok vagyunk ilyen szempontból. Na most ez hasonlóképpen mondjuk a tornához zsűrivel zajlik, tehát zsűri előtt kell bemutatni a koreográfiát, és ugye ez hozhatja ezek szerint majd az előnyt, hogy minél nehezebb és látványosabb lesz a tiétek? Hát igen, mindenképp vannak nehézségi pontok, ugye ez pont az első sportág, tehát figyelni kell a nagyon sok dologra, például ez, hogy mennyire hajlékony egy táncos, mennyire feszesen mozog, milyen elemeket használnak, de azon túl el is kell tudni adni a táncot. Tehát tényleg elő kell tudni adni, és annak nem csak a mennyiség a fontos, hanem tényleg a minőség az, hogy ez hogyan van kivitelezve. Ilyen nehézségi fok szempontjából a várható mezőny konkurenciához képest miért raktatok össze, vagy miért raktuk össze? Szerintem elég nehézre sikerült a táncunk, igen, mert nagyon gyors, kiemelkedően gyors szerintem, és minden elem megvan benne, ami kell egy ilyen versenyen. Na most, és akkor innentől kezdve az lesz a fontos kérdés, hogy ezt mennyire finoman és könnyedén adja elő a duó. És akkor, hogyha ez jó sikerülne, akkor azért, ha nem is világbajnoki címről feltétlenül, de azért nem ez a futottak még, meg részt vettünk az első VB-n, hangulatba készültek, igaz? Így van, tehát alapvetően tényleg nem úgy készülünk, hogy mondjuk egy 20 résztvevős mezőnyre kalkulálunk, most körülbelül ez kezd kialakulni, hogy akkor tényleg a 15-ek leszünk. Én nagyon örülnék, hogyha akár ilyen 8-10. Hely körül végeznénk, mert az egy ilyen teljesen reális dolog jelenleg, de ha mondjuk az első 6-ba, vagy tehát ott ugye bármi történhet, tehát akár előrébb végeznénk, az tényleg maga lenne vagy álom, de minden esély megvan igazából erre a mostani versenyünk, és azt mutatja, hogy itt ilyen pici pontok, ilyen fél pontokon múlik, akár 5 helyezés is, tehát hogy jönnek lefelé ugye a helyezések, hogy bármi megtörténhet. Tanulmányozzátok egyébként a konkurenciát? Vagy csak magatokkal foglalkoztok? Nézzük a konkurenciát. Aha. Az etalon számunkra az a szlovén páros, akik már 2-szer nyerték meg a világbajnokságot, és egyébként ez hatalmas megtiszteltetés, hogy megint ott lesznek, és velük egy színpadon versenyezhetünk, és ellenük ez számomra nagyon sokat jelent, és tényleg nagyon ügyesek. Egyébként a Kolumbia, meg Ausztrália csapata is nagyon jó, Japán, tehát erősek lesznek a többiek is. Egy kicsit azt, onnan is nézzük meg, hogy van egy bemutató, van egy koreográfia, alapvetően milyen hibáktól kell megóvni a produkciót? Hát, milyen veszélyek leselkednek? Hát mondhatjuk azt, hogy elfelejtjük a koreót, de hát azt ez ne legyen probléma, igen, ez a legeslegrosszabb talán. Hát vannak úgymond, mondhatjuk azt, hogy kicsit veszélyesebb elemek, hogyha mondjuk rosszul érkezünk, de tudni kell visszaállni. Szóval rengeteget edzünk, és nem hiszem, hogy mondjuk ez jelentene kifejezetten problémát. Hogyha véletlenül bármi elcsúszik valaki, akkor visszaállunk, és ugyanúgy folytatjuk. Úgyhogy csak a pillanatnyi teljesítményen múlik minden. Lesz a koreóba csak magyar, csak rátok jellemző trükk? Én inkább nem magyar, de ilyen ránk jellemzőt mondanék, mert ugye van kortárs táncos hátterünk, úgyhogy van benne egy-két olyan dolog, amit mondjuk egy alapvető pomp dancer nem csinál. Uh-huh. Na most akkor én sok sikert kívánok nektek, azt mondom meg végül Rita, hogy érzésed szerint az, hogy mondjuk egy nagy helyezés kijön, az min fog múlani? Izgulósok ezek a lányok? Van bennük izgalom, hál' Istennek a verseny
zős múlt, illetve a színházi múlt, stb. Az azért ad egy kis előnyt megint. Ugyanakkor azt érzem rajtuk, hogy most elég nagy a nyomás. Tehát azt a nyomásat, hogy fognak teljesíteni, és konkrétan, hogy tudják kivitelezni az, amit egyébként edzésen gyönyörűen megcsinálnak, ez fogja eldönteni a dolgokat, de én bízok benne, hogy most felszabadultak lesznek, és ott fog kijönni a top teljesítmény, ahogy próbáljuk most időzíteni nekik ezt a világbajnokságot. Hát akkor hajrá, és akkor Orlandó után folytassuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen.